Az elmúlt szezonban még a legmagasabb osztályban, a Hungarian Football League-ben indult a Nyíregyháza Tigers. Az idei évadnak azonban új szakmai stábbal, a klubépítés és az utánpótlás bázis szélesítésének céljával vágtak neki a Tigrisek a harmadosztálynak számító Divízió 2 keleti csoportjában. Eddig nem lehet panasz az eredményességre, mindhárom meccsét megnyerte a Bora Tamás által irányított együttes. A Jászberény Wolverines ellen idegenben 29-80 nyert a Tigers, míg hazai pályán a Rebels Old Boys ellen 20-0-ra, a Budapest Eagles második csapata ellen 42-12-re győzött a nyíregyházi gárda, amely így az első helyen áll csoportjában. Sokkal szorosabb a mezőny, mint ahogyan azt az eredmények mutatják. Voltak azért nekünk is izgalmas perceink. A jó felkészülésnek ez a gyümölcse. Nagyon szerencsések vagyunk, mert stabil a háttér. A szponzoráció megadta a lehetőséget, hogy műfűvön tudunk készülni, és az edzések minősége előhozzák ezeket a pozitív élményeket a fiúkból is. Tehát a pályán is megvan a hozadéka ennek a jó munkának. A Nyíregyháza Tigers csoport elsősége esetén a nyugati csoport negyedik helyezettje ellen kezdi a rájátszást. A Tigrisek célja az, hogy döntőt játszanak a Divízió 2-ben. Egyébként az eredménytől függetlenül biztos, hogy a nyíregyháziak a következő szezonban visszatérnek a HFL-be. Azt gondolom, nagyon kényelmes helyzetben vagyunk. A házi feladatot jól elvégezték a fiúk eddig. Egy győzelemig mindig kellene a hátralévő két meccsből mindenféleképpen, és akkor egy picit felszabadultabb lenne itt az alapszakasz vége. Célként megfogalmaztuk a szezon előtt, hogy nem az eredményt fogjuk hajszolni, hanem azt szeretnénk látni, hogy az újak milyen edzésmunkával milyen eredményt tudnak elérni saját maguk szintjén, és ezt a szintet szeretnénk mindig emelni. Tehát a cél a játékosok fejlődése, hiszen jövőre minél több embert szeretnénk beépíteni a HFL keretbe, minél több magyar játékos szeretnénk játszatni, és ezt a szándékunkat támasztja alá a Magyar-Amerikai Futball Szövetség új szabályrendszere is, ami szigorított a külföldi játékosokon. A Nyíregyháza Tigers az alapszakaszból hátralévő két meccsén idegenben lép pályára. Szombaton a Debrecen Gladiators második csapatához, május 27-én pedig a Dabas Sparks együtteséhez látogatnak a Tigrisek.